Az interneten millió és egy különféle modern lifehack-kel találhatjuk szembe magunkat, aminek valljuk be a felének szinte semmi értelme, de léteznek azok a bevált praktikák is, amiket az emberek már több száz éve alkalmaznak, és ezek nagy része már akkor használatban volt, mielőtt maga a lifehack szó kialakult volna. A mai videóban olyan ősrégi lifehack-eket ismerhetsz meg, amik a hétköznapjaidat nagyban megkönnyíthetik. Ezek a lifehack-ek már évtizedeken keresztül bizonyítottak, és talán ami a legjobb az egészben az az, hogy semmiféle modern eszközre nem lesz szükséged ahhoz, hogy ezeket kipróbáld, ugyanis az ezekhez szükséges dolgokat szinte minden háztartásban megtalálhatod. Krumpli. Hoppá! Egy gyakori kombináció a nagyszüleid hétköznapjaiból. A krumpli és a cipő. Ha most azt kérdezed magadtól, hogy mi az Isten köze van egy krumplinak és egy cipőnek egymáshoz, akkor nem tudnálak hibáztatni. Ha te is híve vagy a kicsit elegánsabb cipők viselésének, akkor valószínűleg jól ismered azt a kellemetlen érzést, ami a cipő betörésével jár együtt. A vízholyagok kellemetlenek lehetnek, főleg akkor, amikor ezt egy 30 000 forintos cipő okozza, de mint szinte mindenre, erre a problémára is létezik egy ősrégi lifehack, amihez semmi másra nincs szükséged, mint egy darab krumplira. A különféle cipőtágító módszerek sok esetben a teljes cipőt kitágítják, ahelyett, hogy csak azokat a részeket tágítanák ki, amire szükség lenne. A probléma orvoslására csak annyit kell tenned, hogy fogsz egy darab krumplit, belerakod a cipődbe és reggelig ki sem veszed belőle. Mielőtt a krumplit beletennéd a cipődbe, ne felejtsd el azt meghámozni, majd faragd olyan formájúra, amire a cipő egyes részeinek a kitágításához szükséged van. Reggel már csak annyi dolgod van, hogy eltávolítod a krumplit a cipődből, és már hordhatod is a kényelmes cipődet, ami soha többé nem fogja feltörni a lábad. Tűzoltó készülék. Feltenném nektek azt a kérdést, hogy található-e a háztartásotokban tűzoltó készülék. Mielőtt tovább mennénk, írjátok le egy kommentbe azt, hogy erre a kérdésre igennel vagy nemmel válaszoltatok. Valószínűleg sok háztartásban még a mai napig nem található egy poroltó, pedig egy ilyen eszköz az életünket és a teljes házunkat is megmentheti egy tűz esetén. Ha nem akarsz egy poroltóra költeni, de szeretnéd magad biztonságban érezni, akkor elkészítheted magadnak a saját tűzoltó készülékedet is, amihez semmi másra nincs szükséged, mint egy kis vízre, némi sóra és egy kis ammóniumkloridra. Keverj össze 2 liter vizet fél kiló sóval és 250 g ammóniumkloriddal, majd ezt az oldatot töltsd bele üvegekbe. Egy tűz esetén egészen egyszerűen fogd meg ezeket az üvegeket és dobd bele ezeket a tűz közepébe úgy, hogy ezek széttörjenek. Ez a lifehack egy régi megoldás, és személy szerint én még mindig a poroltót választanám. Szálka. Biztos te is átélted már azt a kellemetlen pillanatot, amikor egy darab szálka bejutott a bőröd alá. Egy szálka eltávolítása sok esetben egyszerű lehet, de megtörténhet az is, hogy még egy csípes sem képes a problémát orvosolni. A szálka fájdalommentes és kényelmes eltávolítására létezik egy régi lifehack, amit csak kevés mai fiatal ismer. Semmi másra nincs szükséged, mint egy üvegre, aminek a szája szélesebb, mint az érintett terület. Ezt az üveget töltsd fel félig forró vízzel, majd helyezd rá ezt a testrészed, ahol a szálka található. A forró víz által kibocsájtott gőz a bőrödet megpuhítja és kitágítja a pórusaidat, valamint amint ez elkezd lehűlni, egy vákumot alakít ki. Ez a vákum képes a legmélyebbre behatolt szálkákat is kiszívni a bőrünk alól, és mindezt úgy, hogy abból szinte semmit sem fogunk érezni. Haj. Minden ember szereti, ha ápolt és egészséges a haja, de ez általában időigényes és nyilván egy rakat pénzbe is kerülhet. Használhatsz különféle drága samponokat és kondicionálókat, de úgy tűnik a hajunk esetében is igaz lehet a kevesebb, néha több filozófiája. Az 1900-as évek elején az emberek csak ritkán mosták a hajukat, mivel úgy hitték, hogy a hajmosás a különféle természetes olajokat is eltávolítja a hajról, amiknek egyébként pozitív hatásai vannak. Ehhez még hozzájön az is, hogy a túl gyakori hajmosástól a hajunk fakóvá válhat, és könnyebben töredezik a természetes olajok hiánya miatt. A kevesebb hajmosás nem csak egészségesebbé teheti a hajunkat, de megkönnyítheti annak formázását is. Gondolkoztál már valaha azon, hogy hogyan voltak képesek az emberek ehhez hasonló elképesztő frizurákat elkészíteni? Nos, a koszos haj sokkal könnyebben maradt ott, ahol azt szeretnék, így ennek az egyetlen titka a ritka hajmosás volt. Csak gondolj a rengeteg pénzre, amit azáltal spórolhatsz meg, hogy nem költesz különféle hajápoló termékekre. Borax. A borax egy elképesztő anyag, aminek a felhasználási lehetőségei szinte végtelenek.
A boraxot használják tisztítószerként, kozmetikumokban és még élelmiszerekben is adalékanyagként, amit E285-ös néven tüntetnek fel a címkéken. De lássuk, hol lehet még felhasználni ezt az anyagot a tisztításon és a sminkkészítésen kívül. A hány inger kerülget minden alkalommal, amikor felnyitod a kukád tetejét? Semmi más dolgod nincs, mint boraxszal beszórni a kuka belsejét, ami eltüntet minden kellemetlen szagot, és még a legyeket is elűzi a környékről. Ha problémáid vannak a hangyákkal vagy a csótányokkal a házadtáján, akkor keverj össze egy kis cukrot boraxszal, és tedd ezt olyan helyekre, ahol ezek a rovarok a leggyakrabban felbukkannak. Ha csak egy egyszerű és olcsó tisztítószerre van szükséged, akkor összekeverheted ezt vízzel is, amivel szinte minden létező felületet könnyedén letisztíthatsz. A borax képes a legmagasabb szennyeződéseket is eltávolítani, míg ez idő alatt szinte semmilyen felületet nem károsít, így nem is meglepő az, hogy miért is ilyen elterjedt ez az anyag a világ számos országában. Gyufa a szélben. Az égéshez semmi másra nincs szükségünk, mint hőre, oxigénre és üzemanyagra, de amikor az oxigén erős szél formájában jelenik meg, akkor egy gyufa meggyújtása nem is olyan egyszerű feladat. Ha szeretnénk az esélyeinket megnövelni, akkor egy kés segítségével apró vágásokat készíthetünk a gyufa szál vége felé, pont úgy, ahogy ezt ezen a képen is láthatod. A gyufa meggyújtásakor ezek az apró bevágások egyszerre gyulladnak meg, aminek következtében egy erősebb lángot kapunk, aminek nagyobb esélye van az erős széllel szemben. Borogatás. Egy bokaficam vagy húzódás kellemetlen napokat okozhat még a legkeményebb emberek számára is, és a különféle sprék és kenőcsök mellett talán a hidegvizes borogatás a leghatásosabb módszer a duzzanat és a fájdalom csillapítására. Az egyetlen probléma csak az, hogy a borogatást folyamatosan cserélni kell, hogy az mindig nedves és hideg maradjon, de mint mindenre, erre is létezik egy régi bevált módszer, ami a lusta emberek vágyait azonnal ki fogja elégíteni. Ha például egy bokaficamról van szó, akkor helyezzük a lábunkat egy párnára, majd tekerjük azt körbe egy rongyal vagy fáslival úgy, hogy a rongyból egy darab szabadon maradjon. Fogjunk egy vödröt, tegyünk bele jeget és vizet, majd helyezzük ezt egy olyan helyre, ami magasabban van, mint a lábunk. A rongy kimaradt részét rakjuk bele ebbe a vödörbe, és már orvosolva is van a probléma. A borogatás folyamatosan nedves és hideg marad, így egészen addig meg sem kell mozdulnunk, míg a vödörből nem fogy el a hideg víz. Tojás. A tojásfőzés egy szerencsejáték maradhat azok számára, akik még nem sajátították el az ehhez szükséges technikákat. De mégis milyen technikáról beszélhetünk itt, amikor elvileg a tojásfőzéshez semmi másra nincs szükségünk, mint egy fazékra, egy kis vízre és tojásokra. Ha tojásfőzés közben találtad már szembe magad megrepett tojáshéjjal, akkor jobb, ha tudod, hogy ennek is oka van. Minden tojásban található egy légbuborék, ami főzés közben kitágul, aminek következtében a tojáshéj szétrepedhet, és már oda is a tökéletes formájú főtt tojás. Ezt a kis balesetet megelőzhetjük úgy, hogy a tojásokat főzés előtt hagyjuk szobahőmérsékletre felmelegedni, de ha még ezután is egy repedéssel találnád szembe magad, akkor más dolgod nincs, mint az, hogy egy kis ecetet öntesz a vízbe. Az ecet megalvasztja a tojás fehérjét, így az képtelen lesz kifolyni a kis repedéseken keresztül. Az ecet ezen kívül még a tojáshéjt is megpuhítja, aminek eredményeképpen a hámozás is sokkal könnyebb folyamat lesz. Tulajdonképpen, ha fogsz egy tojást és ezt beáztatod ecetbe, akkor néhány napon belül egy ilyen furcsa kinézetű héjatlan tojásnak lehetsz a boldog tulajdonosa. Bogara. Az igazság az, hogy régebben nem létezett semmiféle rovarirtószer, így az embereknek más megoldásokat kellett találni a kéretlen látogatók kiirtására, de úgy tűnik, hogy az emberek még a különféle modern termékek ellenére is néha-néha kellemetlen csípésekkel ébrednek fel reggelente. Az apróbb csípésekre, amiket a szúnyogok, hangyák vagy méhek okozhatnak, próbálj meg hagymát használni. Csak vágd félbe a hagymát és jó alaposan dörzsöld át a csípés helyét a hagymával. Ha csípés által okozott égető vagy viszkető érzést ez nem csökkenti, akkor akár rajta is hagyhatod a hagymát a csípésen néhány órára, vagy akár egész estére is. És ha esetleg már unod az embereket, akkor szerencséd van, ugyanis a hagyma illata még az embereket is távol tartja majd tőled. Ha esetleg a szabadban vagy és nincs nálad hagyma és ezt a növényt látod, ami nem más, mint a lándzsásúti fű, akkor ezt is használhatod a csípések által okozott kellemetlenségek enyhítésére. Csak rágcsálj meg néhány levelet, majd ezután tedd rá a csípésre. Ez talán gusztustalanul hangzik, de a hatásától egy pillanat alatt kellemesebben érzed majd magad. Csövek. Az otthonunkban lévő különféle vízcsövekkel felmerülő problémák egy eléggé kellemetlen élményt okozhatnak, és a pénztárcánkat is kiüríthetik egy szempillantás alatt. De mielőtt kihívnád a vízszerelőt, hogy az nevetséges áron szereljen meg neked valami olyasmit, amit te is meg tudnád csinálni, hallgasd végig ezeket az ősrégi megoldásokat. Ha például a csövek el vannak dugulva, akkor nem kell azonnal boltba rohannod, hogy vegyél egy üveg lefolyó tisztítót.
Számos üzletekben megvásárolható termék a vízvezetékeket is roncsolja, annak ellenére, hogy ez a flakonon másképp van feltüntetve. Egy kevésbé káros, de hatásos módszer az ilyen dugulások javítására, az a szódabikarbóna és az ecet. Ez a megoldás akkor működik, ha a dugulás zsír és olaj okozta. Egészen egyszerűen önts annyi szódabikarbónát a lefolyóba, amennyit csak tudsz, és önts erre ecetet. Amint a pezsgés abba marad, fogj egy nagy lábos forró vizet, és önts bele ezt is a lefolyóba. Ha ez a lifehack nem orvosolta a problémádat, akkor nincs más hátra, mint az, hogy a mosdókagyló alatt található szifont kitisztítsd, de ami biztos az az, hogy nincs szükséged arra, hogy egy ilyen probléma orvoslására bármiféle kiadásba verd magad. Ha ismersz ehhez hasonló régi lifehackeket, akkor azt oszd meg velem egy kommentbe. Ha szeretnél még több olyan videót látni, amitől megváltozik az életed, akkor kattints erre a lejátszási listára, vagy ide kattintva olyan kamu kínai termékeket ismerhetsz meg, amiket jobb, ha soha nem veszel meg. Köszi, hogy erre jártál és megnézted ezt a videót. Találkozunk legközelebb is. Sziasztok!